a profi Hernádi Judit, a vega Szulák Andrea, a celeb Tóth Enikő és a háztartásbeli Nárai Erika. Bár a történetük New Yorkban, a Bloomingdale's áruházban játszódik, de játszódhatna bármelyik más áruházban is. A négy szereplővel megtörténik az, amiről nem szeretünk beszélni, mert tabu, de ez az előadás megdönti a tabukat. A mű 2001-ben született, azóta 15 országban mutatták be. Az amerikai szerző Jenny Linders darabja Magyarországon is olyan óriási siker, ami a játékszínigazgatóját is meglepte. Azt éreztük, hogy amikor elkezdtük próbálni a menopauzát, hogy ebből talán valami érdekes és izgalmas dolog válhat, de közben volt egy komoly félelmem is, mert ugye a cím az sok mindent takar, nem akarok ebbe belemenni, de a hölgyeknek ez érzékeny pontját érintjük ebben, és nagyon sokan meg is kérdezték, hogy biztos, hogy ezt akarjátok, biztos, hogy ezzel a címmel, és így mondtam, igen, igen, Amerikában ez nagy siker volt, bízom benne, hogy Magyarországon is az lett, és sajnos nekem lett igazam, mert nem sikerről beszélhetünk, hanem fergeteges sikerről beszélhetünk, szinte eufóriában vannak a nézők az előadás végén, úgyhogy remélem ez lesz Nyíregyházán is. A színpadon négy díva, négy csodálatos nő, akik mesterei a humornak és varázslatosan énekelnek. Az egyikük Szulák Andrea, a vegát alakítja. Nem én vagyok ez a bio mami, vagy vega, de nyilván vannak olyan pillanatok ebben a szerepben, ami én vagyok, és ami csak én tudok közvetíteni. A Vidor Fesztiválon a következő napokban olyan igazi klasszikus vígjátékokat is láthat a nagy érdemű, mint a Figaro házassága, a Liliomfi és az Illatszertár. A játékszín a menopauza után egy új előadást hoz el szombaton. Nagy Sándor főszereplésével, Szente Vajk rendezésében a Nagyvárosi Fények című komédiát játssza a társulat.